Idén negyedik alkalommal szervezte meg az Emlékhelyek napját a Nemzeti Örökség Intézete. Május 11-én szombaton országszerte 63 helyszínen voltak programok. A Nemzeti Örökség Intézete országos programsorozata minden év májusának második hétvégéjén a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet. Megyénkben, Esztergom és Tatabánya mellett városunk is fogadta látogatókat. Az ország számos pontjáról érkeztek vendégek szombaton, Közép-Európa legnagyobb újkori erődjébe, a monostori erődbe, amely folytatva a korábbi évek hagyományait, idén is csatlakozott az Emlékhelyek napja országos kezdeményezéshez. A szervezők méltó módon emlékeztek meg, egyebek között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc komáromi eseményeiről. Az érdeklődők megtudták, hogy az 1848-49-es szabadságharc alatti magyar katonai ellenállás szimbóluma Komárom Dunaparti erődrendszere. A komáromi csaták a jobb parton, az ekkor még az épülő erődök közelében zajlottak. A világosi fegyverletételt követően Klapka György vezetésével a védők 1849. szeptember végéig kitartottak, de szabad elvonulás fejében október elején átadták az erősséget. Emellett felevenítették az idegenvezetők a 20. századi erőthöz kapcsolódó történelmi eseményeket is, többek között a kitelepítettekről, illetve az első és a második világháború áldozatairól is megemlékeztek. A résztvevő csoportok 9 és 17 óra között csaknem 2 órás tárat vezetéseken vettek részt, amely során több mint 600 termet, illetve szobát, valamint az 5 kilométernyi folyosórendszert magába foglaló épületeknek a jelentősebb részeit bejárták. A rendezvény fő koordinátora a Nemzeti Örökség Intézete volt.